Walking over glass, neighbors are in trouble. Where the time has passed, peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? Igazi civil sikert tudhat magának a pécsi jótékony nő egylet az elmúlt 25 évben. Jó szolgálati, szorgalmas, hiteles, hűséges munkával értékel mindezt. Nem pályáznak, nincsen állami támogatottságuk. A saját környezetüket próbálják jobbá tenni. Pécsi gyerekek étkeztetését támogatják negyed évszázada. Eredetileg 1871-ben alapították a pécsi gondolkodó hölgyek az első jótékony nő egyletet. Akkor 40 ezer lakosa volt Pécsnek, az akkori segítő szándékot, támogatottságot azóta sem lehet felülmúlni, mondta Kitkáné Bódi Katalin, alapító elnök. Volt egy nagyon szép példa az életemben, Mádl Ferencné, németi dalma volt, aki a családunk tagja, és őtől láttam azt, hogy milyen önzetlenül segíteni a szegényeken, milyen fantasztikus belső késztetés az, hogy hozzájáruljunk civil emberekként a közjó megvalósításához, mindenki ott, ahol készsége, tehetsége van hozzá. Ezt a példát látva a baráti közösségünk hölgytagjaihoz felhívást indítottam a pécsi Tetrekész Polgárok Bálja alkalmával. Ez egy emblematikus rendezvény volt egyébként is, mert az aradi vértanúk útja szobrai így kerülhettek közönség elé, így kaphatott a pécsi gyermekklinika onkológiai osztálya is komoly támogatást, és tulajdonképpen a rendszerváltás után a 90-es években a polgárok között így indult el egy karitatív szolgálat. 1997-ben 14 alapító taggal hoztuk létre ezt a civil szervezetet. Tulajdonképpen semmit nem tudtunk arról, hogy hogy is kell egy ilyen egyesületet működtetni, de a szándék közös volt. Úgy gondoltuk, hogy a szegény sorsú családokban élő gyerekeket kell segítenünk. Így alapítottuk meg, illetve így hoztuk létre a máig is működő Nekem Nincs Ebédem elnevezési támogatási programunkat. Sok emlék a polcokon ott marad, nekünk lassan már játszani nem szabad. Ugye jó, ugye jó. Furcsa dolog, hogy az emberek csak úgy lépnek át. Egy jól felépített, bejáratos szervezetet vett át Földényi Gabriella 4 évvel ezelőtt. Az egyesület büszke azokra a hagyományokra, amelyek tevékenységüket segítik. Évente több mint 100 pécsi gyermek étkeztetését támogatják, mondta a Pécsi Jótékony Nő Egylet elnöke, Földényi Gabriella. Néhány új ötlettel indítottam Kitkáné Bódi Katalin alapító elnök asszonyunkat követve, de azt gondolom, hogy a nagy elődök, az első Pécsi Jótékony Nő Egylet, vagy az újra alapított egyesület alapja az az együtt gondolkodás és ugyanazok a célok, tehát nagy új dolgot nem volt szükséges tennem. A Nekem Nincs Ebédem gyermekétkeztetési programban most már hosszú évek óta 120-nál több általános iskolás gyermek iskolai étkezését támogatjuk, ami azt jelenti, hogy alsó tagozatban gyakran reggeli ebédet, uzsonnát, felső tagozatban 10 órait és ebédet szoktak fogyasztani a gyerekek a segítségünkkel. A Pécsi Jótékony Nő Egylet gála műsorának a Pécsi Nemzeti Színház adott otthont. Lipics Zsolt igazgatónak korábbi személyes élménye is fűződik a Nő Egylet jótékonysági rendezvényeihez.
Ez nagyon nagy öröm nekünk, nekem külön öröm, hogy a 25. alkalomra visszatértek hozzánk, hiszen ez a rendezvény 25 évvel ezelőtt még azt hiszem a Művészetek Házában indult, egy-két alkalommal ott volt, aztán kinőtte magát, és rá néhány évre már a Pécsi Nemzeti Színház adott neki otthont, aztán a színházat is kinőtték, és elmentek nagyobb helyekre, és most visszatértek, ez nagyon nagy öröm számomra. Egyébként egy személyes megjegyzés, még az első rendezvényeken én magam is fölléptem, a többi kollégámmal természetesen, és ezek nagyon jó hangulatú rendezvények voltak. A kollégák jelentkeztek, hogy szeretnének föllépni, szeretnének a művészetükből egy csipetet adni a kedves nézőknek, úgyhogy nagyon jó hangulatú volt, bízom abban, hogy a mai este is az lesz, de hát ez nem is lehet kérdés, és nagyon fontos számomra, és a Pécsi Nemzeti Színház számára a társadalmi szerep és felelősségvállalás, ezért amikor ilyen céllal keresnek meg minket, rögtön igen szoktam mondani, az ajtónk nyitva áll ezek előtt, a kezdeményezések előtt, és a technikailag meg tudjuk oldani, akkor természetesen nincs akadálya. Így jött létre ez a mai rendezvény is. A gála műsorban fellépett Kamarás Iván Jászai Maridíjas színművész, Megyesi Schwarz Lucia a Magyar Állami Operaház szólistája, a Tilai Tímea énekstúdió növendékei, Gombos Izabella a Magyar Hajnal énekstúdió énekese. And I'm right.